Üdvözlök mindenkit, ez a Kortalanul című podcast, és hát ma egy különleges vendégünk van, Paja Bea, szia! Sziasztok. És hát ugye, amikor a kapcsolatot felvettem veletek, akkor azért egy picit, hogy is mondjam, bátortalan voltam finoman szólva, mert ugye szoktuk mondani, hogy a, hogy ahhoz, hogy fejlődés legyen, az ki kell lépni a kontrollzónából. Hát én most bőven kilépek a kontrollzónából, mert az, amivel te foglalkozol, ugye egyrészt zeneszerzés, ének, filmszínészet, albumok jelennek meg, hogy Szóval ezekben én finoman szóval nem vagyok otthon, maradjunk ennyiben. De a kérdésem az az, hogy miért pont a, a, a tánc és miért pont az ének irányába indultál el? Oh. Szia Péter, nagyon köszönöm a bevezetőt! Olyan jól esik ezt hallgatni. Én biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk a közös pontokat, hiszen azért is ülünk le egymással. Figyelj, a tánc és az ének nekem az egy egészen kiskori történet. Én egy bag nevű faluban nőttem föl, ahol a muharai elemér népi együttes, az egy ilyen legenda volt. Uh -huh. Elképesztő színvonalon zajlott ott a néptánc és a népzene oktatás, és egy nagyon erős közösség is volt, nem csak fiatalokból, hanem az idősebb nénikből, akiktől mint egy visszatanultuk a hagyományokat, és rengeteget utaztunk és bulisztunk, úgyhogy én bennem a rakendről, ez egy elég hamar eh, belém ült, vagy belém ez a ez a csoport, de egyébként sem volt ebből hiány. Szóval azért annak a annak a, annak a ténynek, hogy én táncolni énekelni kezdtem hat évesen, azért volt egy ilyen családi öröksége, és van egy ilyen legenda, hogy az én anyai nagyapám, Stáncslázár, Lázár, aki bőgözött és énekelt, ha nem a határban dolgozott, azt mondogatta anyámnak, hogy igen, igen, ő szépen énekelt, de majd az onokám, meglátjátok, ott fog majd az énekölni a tévébe. És hát Stanzs Lázár tatámnak igaza lett, <laughs> ő ezt így hallotta belőlem, valószínűleg jól énekeltem, tehát hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen adottság lehetett nálam, és a tánc meg az úgy vele járt, én valójában táncos énekesként kezdtem, ma is az vagyok, csak talán az énekesi jobban látszik és hát elképesztő gyönyörűek voltak a bagi évek, tehát a kb. 6-7 éves koromtól 14 éves koromig, amíg ott éltem, én bejárt, én láttam a Boszporuszt 10 évesen, meg eljutottam Kanadába, Kebekbe, láttam a Szent Lőrinc folyó torkolatát, mert a Muharai Elemé Népű Együttes annyira profint csinált ezt a fellépések, utazások, és maga az oktatási részt, hogy, hogy ez egy ilyen óriási közösségi élmény volt. A te de nagyon sokszor látjuk előadó művészeknél, hogy, hogy, színpadon vannak és kivurulnak, és mindenki azt gondolja róluk, hogy ők ilyenek az életben is. Egyébként meg zárkózottak az életben, és, 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 nem annyira akarnak beszélgetni senkivel, mert van egy saját világuk. Hogy... Szóval egy ilyen kislányt az mennyire zavar az elején, hogy, hogy ki kell állni mások elé, lehet, hogy hát ugye bénázni fogsz. Tehát benne mm. van a pakliban, ugye, hogy sel vagy bármi hasonló, nem annyira énekelsz, jól hangot tévesztesz. Szóval, hogy milyen személyiség vagy ebből a szempontból, hogy te ugyanilyen, eh, hogy is mondjam csak, eh, eh, mondjuk, hogy extravertált vagy otthon is, vagy, 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 vagy inkább a magadba fordulóbb? Ó, uh, de érdekes kérdés. A, ugye azt én 45 éves vagyok, és az életem során azt látom, hogy egyre inkább introvertálódom, különösen a Covid alatt ez nagyon egy nagy lendületet vett, tehát én tényleg alig mentem valahova, az erdőbe mentem, a párommal meg a két kislányommal töltöttem időt igazán, meg tanítványaimmal online, leginkább online formában. Most ez egy picit azért felpuhult, de a belső igényem, és most ugye jelenből indítom a választ a kérdésedre, de aztán majd mesélek még hozzá dolgokat, de a jelenben én azt gondolom, hogy én egy elég introvertált ember lettem. Képzeld el, hogy nem is nagyon szeretek társaságba menni, és úgynevezett társalogni, amikor egyszerre többfelé kell figyelni. Én duózni szeretek, azt nagyon szeretek. Igazi mély kérdésekről megkérdezni, hogy hé, hogy van a szíved, a lelked, a tested? Na, az érdekel. De így föntartani a figyelmet több fókuszra, ez nekem egyrészt nagyon fárasztó, mert nagy valószínűséggel ilyen szenzoros gyerek lehettem, szuperérzékeny, aki mindent rögzít, tehát például a két lányomnak, kilenc és öt évesek, megtanítottam, hogy ne beszéljenek egymás szavába, és ne vágjanak az enyémbe se, mert egyszerűen uh -huh. ki a, kioltják egymást az ingerek, és anya ideges lesz. Uh -huh. Pedig ugye azt szokták, bocsánat, hogy, hogy azt szokták mondani, mert nyilván egy mítosz, hogy a az anyák azok milyen jók ebben az úgynevezett multitaskingben, tehát amikor egyszerre sok mindent kell csinálni, de hát nincs olyan kutatás, ami azt mutatja, Igen. hogy egyébként ez működőképes, ez valószínűleg szükség miatt van, mert annyi mindennel kell foglalkozni, hogy szegény anya majd megoldja, és a nap végére felborult. És akkor sem azt csináljuk, hogy egyszerre figyelünk két dologra, hanem hmm. hogy nagyon picik a szekvenciák, a, a váltások. Tehát nagyon. Hmm. Most figyelek a. A panikám, kisaját most nem tudok figyelni, mert közben csinálom a kaját, és közben három dolog megy a fejembe a munkával kapcsolatban. Szóval ez nagyon fárasztó. Én amennyire lehet ezt szabályozom otthon, amennyire lehet. Például nincs olyan, hogy egyszerre szól zene, és egyszerre beszélgetünk. Nincs olyan, hogy berakunk vacsihoz zenét, mert anya megőrül, mert anyának megy egy rádió a fejébe, meg egy ilyen hangfelvevő minden zajt és minden hangot rögzítek. És például tökéletes, hogy erre megyünk, de hogy a vacsoránál például mi megtanultunk egymás után beszélni, van egy ilyen nyitókör, hogy kinek mi volt ma a legjobb dolog. És ott az öt éves, meg az ötven éves is megéli azt, hogy érdekes, ami vele történt, és meg van halva és figyelve, uh -huh. és kapcsolódni is tudunk, mert én pedig így egy csomó mindent tudok a lányaimról. Uh -huh. Tehát, hogy egy ilyen körkérdés van. Úgyhogy ez ilyen nagyon jó dolog, hogy nincs versengés a szóért, mert mert akkor ez egy ilyen érthetetlen káosz lesz. Uh -huh. Na, de hogy mely kérdéstől is indultunk el? Introvertált vagy extrovertált? Uh -huh. azért az, és ez a jelen, tehát én inkább introvertálódom, vagyok extrovertált eleget a színpadon de azért onnan indultunk, hogy színpadra megy a hat éves Beácska, táncol, énekel, és képzeld el, hogy volt egy énektanárom, Róna Ilasnak hívták azóta, már nincs velünk, aki meghallotta, hogy hű ez a kislány, hogy énekel, és népdalénektési versenyekre kezdtem el járni, egy moldvai, egy moldvai énekkel, és arra azért emlékszem, hogy az ilyen színpadi stressz, meg ilyen a színpadon való létnek a megtanulása szempontjából, ez egy nagyon fontos lecke volt, de ez egy, mit tudom, én négy évről beszélünk. Négy éven át mentem versenyekre, mindegyiket megnyertem, és ez olyan jó volt. De azt eml arra tisztán emlékszem, hogy hogy ez mennyire nehéz volt, hogy, hogy kiállni oda a színpadra, és egyedül fogni a teret, és még jó hangokat is énekelni, megidézni azt a módvai nénit, akibe én belebújtam szinte, úgy lett ő virtuális mesterem, egy, ezzel az énekkel, hogy én fölkelik, Jurik Válajdalba, én fölkelik, Jurik Válajdalba. Ez ment így perceken át, és én nekem ilyen, nem is tudom, mint az életem múlott volna azon, hogy szépen csináljam meg azokat a dalokat, azokat a díszítményeket, és visszaadjam az Ilona néninek ezt az erejét, de azért ez nem egyik pillanatról a másikra ment, szóval, hogy én ezt a színpadi, látszólagos extroverziót, bár az is lehet érdekes módon intim és befelé forduló, azt én azért tanultam. De itt, itt, itt inkább arról van szó, hogy fontosabbnak tartod az üzenetet, annál, mint ami magadban tartsd, és ezért vállalod azt a fajta feszültséget, kockázatot, hogy megnyílsz arra, mit tudom én, egy órára, másfél órára. Hogy... Aj, de szép kérdés, bocsánat, megvan? Igen, meg vagyok. Nagyon szép kérdés. <laughs> Ugye, mivel kicsiként csöppentem bele, tehát nekem a világot jelentő deszkák, az, az így az volt az otthonom, tehát az, a kultúrba jártunk, mm -hmm. ott éltem, ott léteztem, tehát én ebben nagyon hamar csöppentem bele, tehát ott nem volt időm gondolkodni ezen. Hát Lajos bácsi mondta, énekeljem én ezt jó, én megmentem, mm -hmm. Tehát ott, ott kb. ez volt így a tudatosság erről. Aztán később, és ezért ez nagyon érdekes kérdés, amit mondasz, később azért volt benne ilyen, hogy én igenis vállaltam a megnyilás kockázatát, mert azt akartam, hogy szeressenek, hogy fogadjanak mm -hmm. el, és mm -hmm. hogyha bármelyik színpadi embert megkérdezed, és elég bátor ő hozzá, vagy te hozzá, hogy erre rákérdez. Én szinte biztos vagyok benne, hogy a színpadi embereknél ez egy nagyon erős drive, ez egy nagyon erős vezető gondolat, hogy azért mutatjuk meg magunkat, azért akar láthatók lenni, hogy, hogy szeretetet kapjunk. És ennek van egy nagyon-nagyon mély vonulata, egy nagyon mélyen mély lélektani vonulata, hogy hát igen, valahol ez a szeretés, mintha Lukas lett volna a szeretéstank, és hogy még még többet, is, és én is mentem, és szenvedélyesen, rólam ugye az volt a korábbi metafora, hogy zabolátlan csikó, meg ágról szálló madár, mondjuk a másodikat azt én is generáltam, de szóval, hogy mostan ez azért egy sokkal erősebb egyensúly, tehát mivel introvertált életet élek, amúgy ezért tudok szerintem a színpadon olyan erősen megnyílni, vagy akár a Facebook közösségem, amelyet én vezetek, az is egy ilyen nagyon, nagyon szépen lépésenként haladunk uh -huh. a megnyílásban mélyebbre és mélyebbre, de nem azért, hogy magamról beszéljek, hanem hogy megmutassam egy közösségnek, hogy figyeljetek, Igazából mindannyian tök hasonlóak vagyunk a lényünk legalján. Szeretve akarunk lenni, és szeretni akarunk, és ez mozgat minden egyéb ilyen beszélgetést, meg gondolatot, meg vitát, meg szót, meg viselkedést. Uh -huh. Uh -huh. Én nagyon pici tudok csak kapcsolódni ahhoz, amit mondasz a színpaddal kapcsolatban uh -huh. Uh -huh. ének és tánc. Egyszerűen azért, mert az unokahúgom valami szenzációsan tehetséges énekes és táncos egyébként ezen a területen, ahol te is vagy, hát nyilván ő még pici, tehát látom azt, hogy ő készülődik meg azokat a megnyilvánulásait, ami ezzel járnak, és szinte egy rendkívül introvertált kislányról beszélünk, akinek bizony néha ki kell állni a színpadra, és valami zseniális dolgot csinálsz. Szóval ennyi az én összes kapcsolatom ezzel a világgal. Meg talán annyi, hogy én úgy nőhettem fel, mondjuk, hogy nálunk azért vendég volt mondjuk a Sinkovics Imre, vagy a Besenyei, és akkor az ember így ebből, amit most te mondtál, ez a szeretet igény, ez ott azért nagyon érdekes volt, hogy ilyen, ilyen fantasztikusan nagy színészeknél, tehát ezeket ma már nem fogja fel az ember, tehát aki most nőtt fel, az nem tudja, hogy ők kik voltak, tehát nem, nem, rá, nem lát rá arra, hogy hogy voltak szeretve egy ország által, és és hogyan viselkedtek a, a privátban, ami egészen elképesztő volt egyébként. De a Facebookra terelted a szót, hát akkor ebbe belecsimpaszkodnék egy pillanatra, mert hogy én így Kerestelek meg benneteket. Ugyanis megjelent egy posztod a múltkor, ami a hidegterápiával, vagy hidegtűréssel, vagy ki hogy szereti ezt nevezni, és erre hívtad fel a figyelmet, hogy te éppen ilyet csinálsz. Na most nyilván a követő jelentős része női követő, gyanítom én, nem tudom, majd ez legfeljebb javítasz, oké. Okay. Szóval, hogy a nők és a hideg, ugye az általában nem. Nem fér össze sehogy se. Ugye, Felfázunk. Felfáztok, vagy, vagy ugye a férfiak tudják, hogy egy ilyen élethosszon áttartó, lábmelegítő szerepet töltünk be ah. nagyon sokszor. Így van. Tehát, te meg ehhez képest azt mondtad, hogy gyerünk ki a szabadba, a hidegbe, és nem beöltözünk, hanem kimész mondjuk fürdőruhában, és ott némi időt töltesz. El. Szóval az egész honnan kezdődött? Jaj, de szeretem, Péter, ezt a kérdést. Annyi apró kérdés van a, a felvezetődben, csak annyit mondanék, hogy most már egyre több a férfi követőm, egyébként pont a hidegezés miatt, meg pont azért, mert amiről beszélek, az szerintem nemek alatti, fölötti, mit tudom én, önmagammal való barátság, vagy önismeret, vagy egészség. Mm. De hogy, hogy jött a hidegezés? Elmondom a sztorit, jó? Mert nagyon érdekes. Nagyon érdekes az szerintem, hogy egy-egy, mondjuk meghallgatunk egy podcastot, mint mondjuk valaki a miénket, abból jön egy gondolat, akkor arról rávezet a YouTube egy másik tanárra, vagy mondjuk elvégeztem egy online kurzust, egy Kim Anami nevű szexualitással foglalkozó tanárnővel, ezelőtt négy évvel, és képzeld el, hogy én Wim Hofra, ugye ennek a hideggezésnek az egyik nagyon ismert alakjával, a jégemberrel úgy találkoztam, hogy Kim Anami egyszer beszélgetett vele egy podcastban. Hozzáteszem, Kimán, amit is úgy találta meg, hogy egy szülésznő beszélgetett vele a szexualitásról a szülésem előtt. Tehát ez egy nagyon érdekes láncolat, hogy honnan, hova jutunk. Tehát szülés, szex, hideg, Így volt a sor. És Kimán, ami beszélgetett Wim először is átjött ennek az embernek az elképesztő szabadsága és energiája audióban is, tehát még videós volt hozzá és egyébként ott a hideg és a szexhajtás összefüggéseiről is beszéltek, de általában arról, hogy hogyan lehetünk jobban felelősek a saját testünkért, a saját egészségünkért, fizikai és lélektani értelemben, és nagyon megfogott az, amit ott hallottam, meg ugye egy picit én is szeretem a határaimat próbálgatni, dologatni, mit bírok még, és hát nagyon-nagyon megfogott, amit ott hallottam, ez volt három és fél évvel ezelőtt, három-három és fél évvel ezelőtt, és aztán csak annyit kezdtem el csinálni, hogy hú, ez nagyon érdekes, nézzük meg ezt a pasit, van három apró, ingyenesen letölthető videója, a három pilléri ennek a módszernek számára az a szemléletmód, amit itt te is emlegettél az elején, hogy a hideg nem bánt, hanem meg is lehet vele barátkozni, kettes egy technika hármas a konkrét találkozás, a hideggel hideg zuhany, vagy hideg séta, vagy hó formájában. Elkezdtem gyakorolni, nyár volt, jött az ősz, ezután három éve, és azt néztem, hogy nyugodtan nem veszek föl kabátot, a napról napra jobban bírja a testem, de ahogy jött a tél, valami elképesztő eufórikus érzés volt az, hogy hát a nyári pántos pólóimban futogatok, zúzmanás tájban. És akkor még egy ilyen, akkor megértettem, hogy miért vonzott ez engem annyira, hogy az a szabadságélmény, amit a tájjal való összeolvadás tud adni, ami eddig nekem csak nyári trópusi tájakkal volt meg, hát az most itt van télen is. Hát ez egy gyönyörű díszlet, tehát hogy valamilyen, annyira gyönyörű az uzmarás meg a havas hogy nem tudom befogadni, csak mivel el voltam 42 évig foglalva azzal, hogy hogy fázom meg, meg hogy takarjam el magam, a orramat, számat, hideg a levegő, sok a kabát, beizzudok. most meg ott állok egy szálpólóba, és ugyanaz a szabadságérzés, ami Mexikóban, az óceán partján, hogy valami olyan euforikus egyesülés lett így a természet, hogy mondom, én ezt abban nem hagyom. Másrészt megfázásnak nyoma se volt. Ugye nagyon fontos a fokozatosság. Nem tudom, mennyire követed a posztjaimat, de nagyon fontos az, az hogy én is fokozatosan kezdtem el ezt csinálni. Igen, mert az emberekben benne van ez a dolog, hogyha de szeretnek hősök lenni. Igen. Ugye? És ez pont nem az a terület, ahol szabad hősnek lenni, ugye? Annyira jó, hogy ezt mondod, mert nem tudom mennyire, ugye két posztot raktam ki a, a nagy pécsre az oldalra, ahol 65 ezeren vannak, és... 25-öt lassan, most a 26. poszt megy ki ma, ugye január elejétől óta minden nap, tehát ott minden posztban elmondom, hogy ez fokozatosságról szól, tehát 20, 20 másodperc hideg zuhannyal indul, tehát semmi, semmi hősködés, jeges vízbedobás, azt is lehet, de ennek az online kommunikációnak megvannak a maga keretei, meg határai, Szóval, hogy 20 másodperc hideg zuhany, a meleg zuhany után így indulunk, és mit tudom én, egy hétig, aztán 30 másodperc, aztán egy perc, aztán két percet fokozatosan megyünk fölfelé, és ahogy mondod, ebben a típusú ilyen ö, belső munkában nagyon fontos a fokozatosság. Nem a, nem a fasz a gyerekségről van szó, hogy egyik jegesmerülős társam mondta, nem a rekord döntögetésről, nem a kibírásról, hanem egyfajta ilyen, ilyen újabb szintű, együttműködésről a saját testemmel. Mm. És képzeld el, hogy amikor kiraktam ezt a posztot, ugye akkor is, akkor is, akkor írtál ránk te is, azóta ezren átjelentkeztek a csoportba. Tehát ezer ember, ezer ember érdeklődik ez iránt a módszer után, akinek legalább a két, kétharmad, ez szerintem férfi, tehát hogy itt az elején mm. mondta a női férfi nemek arányát, tehát, hogy nekem ez azt is mondja, hogy mindenkiben van egy ilyen igény, hogy legyen erősebb, legyen egészebb, legyen felelősebb is a saját folyamataiért, mert az én hidegkihívásom az arról is szól, hogy hogyan tudok még jobban figyelni befelé. Figyelj, amikor a hidegbe mártózom, mondjuk egy jeges vízbe mártózom, ott nem gondolsz az összetört szívedre, meg nem gondolsz semmi másra, csak arra, hogy a következő Ö, szívverések picit később jöjjön, vagy ne fájjon annyira valami, és nyugodtnak kell maradni. Tehát az aztán a meditáció királya, mert egy olyan éles külső hatást kapsz, hogy kénytelen vagy befelé figyelni. Ha sipákolsz, meg dráma királyoz, hogy á, ó, jáj, ó, ez, ez elviszi az összes energiádat. Tehát a bemész és megnyugszol. Uh -huh. Bemész és nyugalom, nyugodt légzés, és figyelsz befelé. És van egy ilyen gyakorlatom, hogy Figyeld a bőröd felszínét, figyeld a bőröd alatti kötőszöveteket, figyeld az izmokat, figyeld a csontot. Tehát, hogy minden erőddel és minden figyelmeddel befelé irányulsz. Tehát a leggyönyörűbb introverzió, amiről itt az előbb is kérdeztél, én nekem például most ezáltal a hidegezés által jön meg nap, mint nap. Itt, itt azt gondolom, hogy, és most a követőknek mondom egy picit talán, hogy az a nagy kérdés, hogy hol találjuk meg azt a dózist, amelyik egyrészt nekem való, közben leütöm a saját mikrofonomat, nem érdekes, a, a másik pedig az, hogy, hogy elérjük vele az optimális nyerességet. Ez most nagyon racionálisan hangzik, de azért vajon őszintén, amikor akár hidegről beszélünk, vagy bőtről, teljesen mindegy, mert arról is beszéltünk, ha gondolod, de, de itt mindig az a nagy kérdés, hogy az a dózis, amit én alkalmazok, az nekem való dózise, vagy valaki mást akarok legyőzni, Pontosan. Illetőleg, amit mindig szoktunk mondani, hogy a cél mindig a minimummal az optimumot elérni, mert minden másnak magasabb a rizikója már. Uh -huh. Tehát minden rizikó nyereség ebben a helyzetben, és lehet, hogy valamivel nagy nyereséget el, de nagyon magas a rizikó, és talán nem éri meg. Tehát ezért jó, amit mondasz, hogy ez egyfajta fokozatosságot igényel, ami egyfajta felnőtt gondolkodást is igényelne. Abszolút. Jaj, de imádom minden szavadat. Hát ezt a fasz egyébként egy férfi társamtól kölcsönöztem. Pont együtt merültünk vele egy ilyen jeges elvonuláson, de az egy, az egy személyes együttlét, az egy nagyon erős tértartói meló a vezetőnk, Balla Tiba részéről, majd erről is mesélek, és ő mondta ott ezt, hogy most jött rá a második merülésre, hogy ez nem a fasz a gyerekségről szól, hanem arról, hogy a hideg milyen tükröt tart elénk, mire jövünk rá a saját lényünkből, és ez nagyon jó, amit mondasz, hogy milyennek a haszna, mire jó, hol van az az optimális mennyiség, ami engem szolgál, és nem tolom túl, Mondjuk én egyébként elárulom neked, hogy én, én tehát testi gyakorlásom keresztül kezdtem el, és utána kezdtem utána olvasni, és akkor mentem kifutni az úzmarás tájba. Szóval, hogy én belevetettem magam, és aztán kezdtem el közösséget keresni, építeni ehhez, meg rávenni a páromat is, aki azóta már ő, sokkal beljebb van ebben, mint én. De hogy nagyon érdekes, amit mondasz, hogy hol van az optimum. Figyelj! Én szerintem az, hogyha valaki a meleg zuhanyt átállítja 20 másodpercre hidegre, az ott nagy baj nem lehet. Ott pont annyi történik, hogy meg tudja figyelni, hogy mekkora benne a dráma király vagy dráma királynő, hogyan reagál. Van egy nagyon fontos mondat, amit nagyon sok posztomban idéztem a jogatanáromtól, observe, but don't react on it, azaz figyeld meg, de ne reagálj rá. Ne kezdj drámázni, nézd meg, hogy 20 másodperc hideg zuhanyra, hogyan reagál a tested. Kettő. Hol van az optimum? Ez egy tényleg fokozatosan egymásra épülő kihívás a részemről. Tehát 30 nap alatt van légzőgyakorlat, van hideg zuhanyozás, emelni az adagokat, és van szemléletmódbeli ö, feladat, ami, amit én tettem hozzá. Persze a Wim Hof is nagyon sok mindent mond, meg csinál, de én dolgozom a hitrendszerekkel való munkával, nagyon sok területen, a szexben is, az éneklésben. a kapcsolatokban, és azt kértem az emberektől, hogy kezdjenek el naplózni, hogy mi jut eszük be arról, hogy hideg. Ugye te is nagyon érdekesen vezetted, hogy nők és hideg, az olyan, hú, lábmelegítők vagyunk, felfázunk. Tehát, hogy mik a hitrendszerek? Mit mondott anyám? Ne menjek hidegre. Anyám fázott, föl kellett vennem a pulóvert. Hogy tényleg egy csomó minden, akár itt, amíg nézitek a, ti kedves nézők, elgondolkodhattok arról, hogy hideg, én azt mondom hideg, te mit mondasz elsőre? Azt mondod, hogy jaj, kabátod föl, úristen, legyen vége? Tényleg, Péter, hideg, azt mondom, hideg, te mit mondasz elsőre? A pasi vagyok, tehát én racionálisan gondolkodom ebben az ügyben nyilvánvalóan, tehát nekem a hideg az már inkább egyfajta beavatkozás ha. az életbe, és inkább én ezeket úgy látom, hogy vannak, racionális, még egyszer mondom, tehát vannak olyan környezeti stresszorok, uh -huh. amitől elszoktunk mi emberek a nyugati életmódokán, és én azt gondolom, hogy van egy terv, ami alapján az emberi test optimálisan képes működni, és amikor elveszük tőle a környezetét, amire készült, akkor képtelen optimálisan működni, és aztán panaszkodunk. És ez, ez tipikusan az a pasi lesz majd, aki megvesz egy műszaki berendezést, nem olvassa el a kézikönyvet, majd ott ül romokban, és nem ért, hogy miért nem működik tehát nekem a hideg ebben egy, egy alkatrész. Mm. Tehát, hogy a, ha jól értelek, valami olyasmit mondasz, egy dolgot kötnék ide, hogy jön a szeptember, 20 fok lehel és esik a hőmérséklet, és elővesszük a pehelytolkabátot. Igen, tehát itt, oh, itt az a, pontosan, tehát az a probléma, hogy, hogy ha visszanézünk uh, tovább, mint mondjuk az elmúlt 50-80 év, Igen. akkor előtte ez nem egészen így működött. Igen. És az a, azok a stresszorok, amelyeket mi általában ugye stressz, hát mindig ezt szoktam mondani, hogy két magyar szó írja legjobban a magyar néplelket. Ugye hozzánk tartozik a stressz, ugye seje, meg a flow. Tehát, Igen, jó. tehát gyakorlatilag teljes őrület az egész, tehát annyira szélsőséges. Aha. 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 És ebből a szempontból, hogyha nem találkozunk azokkal a stresszorokkal, amelyek annó Pozitív módon löktek el minket a, a változás irányába, akkor kénytelenek vagyunk találkozni azokkal a stresszorokkal, amelyeket a nyugati világhoz létre, csak arra nincsenek jó válaszaink. Gyönyörű, gyönyörű, amit mondasz, nagyon tetszik. Rá, rácsatlakoznék, nem tudom, volt egy gondolat gyere, végig. Gyere. Na, nagyon, nagyon tetszik, amit mondasz. Szerintem valóban, ahogy a műszaki alkatészhez hasonlítod, az emberi test is egy nagyon jól összerakott rendszer. És szerintem nagyon sok mindent bír, és nagyon sok mindenhez tud alkalmazkodni, ha megadjuk neki a lehetőséget arra, hogy ezt megtanulja. Nem egyik napról a másikra, meg kell tanulni. Egyszer egy újságot azért vettem meg, mert a Beyoncé volt rajta, és az, az volt a felirat, hogy ne a tested ellen dolgoz, hanem vele. És ugye, tehát jó, hát a világ egyik királynője is ezt mondja, a Wim Hof már rég ezt mondja, én meg mindig való leszkerestem mindenben, hogy én tudom, hogy a testem erős, tudom, hogy sok mindenre képes, én eleve énekes vagyok, tehát én a testemből építem fel a tevékenységemet, a mindennapi munkámat, és gondoltam, hogy ebben van tovább, akár a szexualitással kapcsolatos tanulásaim is ezért indultak útjára, vagy a hidegezés is, tehát, hogy amit mondasz, hogy ezek stresszorok. Bizony, a hideggel jön stresszhormon, adrenalin, kortizol, de a test megtanulja szabályozni, ha együttműködöm vele, ha nem veszek föl szeptemberben tolkabátot, és ezek ilyen nagyon, azért gyűjtöttem én a hitrendszerekbeli ilyen mondatokat, amik rám szóródtak, mert az szerintem ennél ártalmatlanabb dolgot, hogy nem venni fel kabátot, ezzel én senkit nem bántok, mégis a, voltak idősebb nénik, akik utánam kiabáltak, botot lengetve az erdőbe, hogy normális vagy! <laughs> hát visszamosolyok, vagy igen. És akkor utána persze a másik, hogy nem fázol, ezek már, már ott az anyukák megszokták az ódába, akkor már így kérdeznek, uh, akkor apukák, hogy mi van, jutott a az... <laughs> te sem ma indultál, hanem még nyáron. <laughs> És tudod, ilyen, és akkor így egyre puhul ez a dolog, ahogy én is megtanulok róla beszélni. De erre leken... van egy mondás, bocsánat, ezt be kell szúrnom, ugye, hogy a siker, az kérdést vett fel. Meg a, persze, meg a hitrendszerek, ugye, hogy más, mint amit ők megszoktak. Hát hiszen azt tanultuk, hogy szeptembertől kabát, mondjuk április végéig, közben nem a hőmérsékletet és nem a testünk, pici apró borzongásait figyeljük meg, ami lehet, hogy szeptemberben, amikor mondjuk 15 fok van, picit erősebb, de nincs is arra lehetőségünk, hogy megfigyeljük, hogy áhá, az általat hozott műszernél mi is a használati utasítás. Hogy is működik a testem, amikor egy kicsit a külső stresszorok azok erősebbek, megy lefelé a hőmérséklet, mi történik a testemben? Aha, a bőröm elkezd borzolódni. Aha, lehet, hogy egy picit olyan hormonok kezdenek el termelődni, amitől úgy érzem, hogy jó, de mi van, ha megfigyelem? Mi csinálok azzal a termelődő, nem tudom, adrenalinnal vagy kortizolal? Mi történik akkor? Hogy lehet ezt esetleg átlélegezni? Az én lányaim ugye látják, hogy egyrészt ugye vannak a svéd akik nem tudom, sokkal kevésbé öltöznek föl, de engem is látnak így működni, és akkor néha kiszaladnak a kocsihoz valamiért, és mondtam, hogy oké, Pannika, Panika, lélegez mélyebben, és anya, semmi bajom, és tényleg semmi bajom, meg a Lilinek se, és, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt az ilyen használati utasítást, amit vajuk be, nem adtak hozzánk így a modern kornak a dolgaihoz, ahogy mondtad, ilyen nagyon elkényelmesedünk, és a természettel picit kevésbé vagyunk barátságban. Szerintem ezt a használati utasítást újra meg kell alkotni, ki ki a maga számára, és itt jön be az a gondolat még a felnőttesítésről, meg a felelősségről, hogy, hogy én nekem a legnagyobb ajándékom és tiszteletem az emberek felé, hogy felelősnek gondolom őket arra, hogy válaszokat adjanak arra, ami bennük történik. Uh -huh. Felelősség, felelni képesség. Az angol azt mondja, hogy responsibility. Uh -huh. A képesség a válaszadásra. Uh -huh. És hogy ez annyira fontos, nekem akár hidegről van szó, akár kreativitásról, akár éneklől, ez a fajta felnőttesedés, hogy én képes vagyok válaszokat adni, és nem másfelé fordítani az újat, hogy jaj, fránya hideg! fránya közélet, fránya apukám, fránya főnököm helyett, fránya én, vagy szelidebben, mit tehetek még én, mit nem tettem, mi az én hitrendszerem, mit hogy mondok. Tehát ez a fajta élesítése a belső figyelemnek, ez ilyen elképesztő határ. hát hatás. Nem arról, ugye, és megint a hideghez is kapcsolódik, hogy, hogy nem az a kérdés, hogy milyen stressz van körülöttem, hanem hogy az, arra én hogyan reagálok. Tehát nem megyünk el a közélet felé, de hát ha mindenre reagálok, ami engem zavara a, a közéletben, akkor szépen bele lehet bolondulni. Ehhez képest meg azt mondom, hogy mégiscsak a legfontosabb az lenne, hogy a családom élete, a barátaim élete, tehát hogy ez ne roppantson meg, ez a történet. De érdekes, amit mondtál, és erre hadd lépjek vissza, ugye, mert hogy a, a test valóban elkezd optimálisan működni, hogy optimális környezetbe helyezzük. Ezt nem én mondom, hanem mondjuk parociánzus is erről beszélt már nagyon sok-sok év, évszázaddal ezelőtt. És például látjuk azt a, a klienseinknél, hogy amikor hidegterápiával egy picit már később találkoznak, akkor megkérjük őket, hogy mérjenek előtte és utána a vércukorszintet. És azok, akiknek már magas vércukorszintjük van, és Jól lőttük be a stressz mennyiséget, tehát nem estünk túlzásba, ott bizony normalizálódik a vércukorszint. Igaz, hogy csak akut módon akkor, uh -huh. de azt látják, hogy milyen apró bejövő jel, és képes arra, hogy pozitív módon befolyásolja azt a rémes dolgot, amit ugye cukorbetegségként ismerünk, mondjuk, vagy inzulinrezisztenciaként. Nagyon-nagyon köszönöm a példádat, szuper. A Wim Hof is rájött erre, hogy tök jók a mérések, meg szerintem is jó egy ilyet igazolni adatokkal. Tehát ő elkezdett orvosokkal együttműködni, mi történik akkor a testében, amikor a jeges vízben van, hogyan tartja meg az elméjével a mag hőmérsékletét elképesztő. Ezt ő dolgokat csinál, és ő is mesél hasonlókról. Egyébként ő keringési betegségben szenvedő idős nyugdíjasokat visz föl a Kili Szóval, hogy ő így tölja, de nyilván ez egy személyes, előkészített dolog, tehát senki ne próbáljon meg keringési zavarra a jeges merülni. Mindig kérjétek ki orvos tanácsát, ez is a felelősség része. Bocsánat, annyit hatályok hozzá, hogy olyan orvos tanácsát, aki csinálja. Igen. Ha, ha ezt Na, így... Ó, jaj, de imádom ezt. Figyelj, a, a, hogyha olvassátok a Wim Hof könyvét is, egyébként elérhető már magyarul. Azért. Bocsánat, en, hadd valamit közben, mi adtuk ki? Ti adtátok ki? Igen. Helló, ja, bocs, ezt nem tudtam. De, nem akartam elmondani, de most már de Tehát mi voltunk, amit kiadtuk. Én a, meg a, a, a jaffa, kiadóval. A a -e, vagy, igen, nekem a mörg, jaj, értem, mert nem ti, jaj, de jó. Szuper, hát akkor ezúton is köszönöm neked, hogy kiadtátok, mert így akkor sokkal több itthoni emberhez is eljuthat ez. Szóval, hogy ő nagyon sokat ír erről, hogy a, a szkeptikus orvosok, és hogy szerintem nagyon jók az orvosok, én szerintem a két szempont egy abszolút összeír egy ponton, a tudományos, meg a kísérleti, ami nem is feltétlenül kettő. De hogy igen, aki csinálja, tehát, hogy akinek van erről tapasztalása, olyan, olyan szakember, és, és, mit mond ő, és mondjuk érdemes hozzáolvasni. Én nagyon szeretem a közös pontokat megtalálni, mondjuk esetleg két különféle gondolkodás kapcsán. Az én csoportomban van egy ilyen kommunikációs szabályzat, hogy valakinek más a véleménye. Nagyon jó, abból lehet tanulni, hogy lehet úgy beszélgetni, hogy találkozzunk is, és közben tartsuk a saját határainkat, el is tudjuk mondani azt, ami belülről igaz, és és meghalljuk azt, amit a másik mond. Úgyhogy ez így a hidegezés kapcsán is egy ilyen nagyon érdekes dolog volt. Én már a page nem moderálom a, az embereket, a, az oldalon igen, és hogy ott figyelj, ott 3400 ember megértette, hogy, hogy miről szól ez a fajta kommunikáció, hogy hogy kell így beszélgetni. Szóval igen, érdemes kikérni orvostanácsát, hogy ki mit mond erről, ki hogy olvas utána, hozzáteszem, ez ugye változóban van az, hogy hogyan gondolkodunk a hidegről. Tehát vannak ilyen puha területek, van, aki ezt mondja, van, aki azt mondja. Én ilyenkor mindig arra vezetem az embereket, hogy oké, okay, lassanként haladj és figyelj. A lelassulás, mondjuk azt, hogy egy hétig úgy kezdem a hideget, hogy egy hétig csak hidegre állítom a zuhanyt egy pár másodpercre, azt is eredményezi, hogy ténylegesen meg tudom figyelni, hogy mi történik nekem, velem, bennem. Mert lehet, hogy a Wim Hofnak az történt, mert ő, vagy lehet, hogy egy más testtarkatú valakinek ez történik, az történik, vagy lehet, hogy női testként a hormonális ciklusomban a 31. napon ez történik, az ötödiken meg ez történik. Tehát érdemes a figyelem uh -huh. élesítését megtanulni, hogy mi történik velem, és az lesz az elsődleges adatpont, uh -huh. amikor ezt a dolgot elkezdem. Az, amit mondasz, ugye női ciklussal kapcsolatban, például én rögtön azt mondanám, hogy Miután tudjuk, hogy a progesteron szintje drámaian megváltozik a luteális fázisban, tehát ha valaki ezt hallgatja, nézi, és most vágna bele, és éppen a luteális fázisban van, akkor lehet, hogy ez a legrosszabb időszak, hogy belevágjon, mert olyankor a nők fájdalomtűrése egyébként meglehetősen lecsökken, tehát lehetséges, hogy várni kell még egy hetet, és onnantól kezdve be lehet vágni, mert ott viszont látjuk, hogy a fájdalomérzet, vagy ennek a tűrése az viszont drámaian javul. De jó, hogy ezt mondod, nem tudom, hogy láttad-e azt a posztot, amit a menstruációs ciklusról csináltam, saját tapasztalatok alapján és a hidegezés tükrében. Ez nagyon, nagyon érdekes volt nekem, mert ugye erről kevesebbet olvasok, hiszen ez a hidegezés dolog, ez inkább férfiaktól, a Wim hof jön, bár vannak hidegezős védek, meg van a, nem tudom, ismered a Jonna... Zsinton, nem tudom, hogy egyik egy gyönyörű gyönyörűséges. Jaj, tudom, láttam a Facebookon a múlt... Igen, igen, megvan. Az az egész egy ilyen csoda nő, hát ő is belemerül, meg sok orosz nő, meg csomó mindenki, már nők is merülnek. Már nők is merülnek, miért nem merülnének? Ha belegondolsz, beszélsz a fájdalomtűrésről, de hát mi szülünk, bébi. Tehát most ez nem verseny, mondjuk szülni szerintem az a legnagyobb roll, meg ilyen fájdalomtűrésről. csak azért szúrtam közben, mert nyilván ugye edzőként, amikor női sportolókkal dolgozunk, akkor baromira figyelembe kell venni azt akkor. a terhelés megállapításakor, hogy hol tartunk. Hát ugye van olyan hormon, amit relaxinnak hívnak, és amikor ez magasan van a, 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 a menstruációs ciklusban, akkor tudjuk, hogy sokkal, azért, azért, azért ezen a relaxáltabbak egyébként az izületek is, vagy a, tehát gyakrabban sérülnek a lányok ilyenkor, tehát észnél kell lenni. Tökre meghat Péter, hogy ezt nőként, egy férfitől én hallom, hogy te ilyeneket tudsz, mert szerintem a legtöbb nők is, nők, oké, tessék, beugró kérdés arról, hogy mennyire ismered a saját ciklusodat. Hányadik napon vagytok? Csak így gondolkodjál, hogy most megkérdezem. Vagy férfiak, ti tudjátok a párotokról, ha még fel, hogy hányadik napon van? Hát ha máshonnan, nem a hangulat ingadozásból igen, de... De ott oké, az oké, csak azt tudjuk, hogy oké, vérzés előtt egy nő is. De nem tudjuk a többi 30 napot, 28 napot. Figyeljetek, egy nőben négy nő lakik, mert tavasz, nyár, ősztél körülbelül az a négy hét, amíg a, a, a ciklus, a hormonális ciklusa véget ér. Az elsőben tavasz, jaj nyílik, nyáron minden jó, középen ovulál, és jaj, ide nekem termékeny, mm. és utána záródik be. És én például, ez egy dolog, hogy mondjuk érzelmeket egy picit nehezebben kontrollálok, de megkérdőjelezem a saját eredményeimet, és van is egy ilyen mondás, nők, most hozzátok szólok, hogyha valamit kitaláltok, mert ez férfiaknak is nagyon érdekes, hiszen nőkkel vagyunk együtt, hogy hogy vérezd át, tehát hogy érj át újra a ciklusba a tavaszhoz, és onnan nézd meg. Én például a legjobb ötleteimet a vérzés előtti napokban meg szoktam kérdőjelezni. Nagyon érdekes. Ezt tudod, hogy, hogy miért lesz izgalmas? Figyelj! Luteális fázis, ugye a progesteron emelkedik, a progesteron egyébként negatívan hat a légzésre. Az Tehát a légzési volumen, frekvencia az elkezd felfelé menni, és azt látjuk, hogy ebben a részben, ha például a Reynodról beszélünk, ugye a nőknél elég gyakori a Reynod, akkor a reno-nál azt látjuk, hogy, hogy közel két-háromszor inkább lesznek majd ezzel diagnosztizálva a nők, Ebben a fázisban. És azoknál a nőknél, akiknél sikerült a légzést rendezni, tehát nyugalmassá vált a légzés, ezek a tünetek olyan szintig lecsökkentek, hogy, hogy nem volt mérhető, tehát nem lettek ezzel diagnosztizálva. És ez a légzés és a hormonális kapcsolatból jön össze, nagyon érdekes annyira imádom ezeket, jaj Péter, nagyon boldog vagyok, hogy beszélgetünk, mert én ezeket például nem tudtam, tehát, hogy neked mm -hmm. ugye ilyen típusú tapasztalatod majd női testeket, női lelkeket edzesz, és ez, hát ez csodálatos ez a... Az, amit az amiről beszéltél, ugye a, tehát, hogy megint a hideg és a légzés kapcsán, nagyon érdekes, ugye maga a légzés, maga, maga a hideg az egy úgynevezett szimpatikus tómusba teszi a szervezetet. Ami valljuk be őszintén, hogy Olyban hangzik, hogy ez egy -e rossz dolog, ugye? Mert, tehát, hogy, hát akkor az ilyen harcolj vagy menekülj, ugye ezzel szokták általában párba állítani. De azt is látjuk, hogy viszont ez a nagyon erős szimpatikus tónus, ezután egy nagyon erős paraszimpatikus tónust hoz létre, ugye? Tehát, hogy ezt, ezt érzi az, aki kijön mondjuk a hideg vízből, utána Uh, igen, tehát boldognak érzi magát. Jó, persze, endorfin is felszabadult, igen. dopamin, stb., világos, de hát mégiscsak jól érzi magát utána az ember Nagyon. Uh, minden módon, ugye? Ha más nem, akkor azt mondja, hogy megcsináltam. Tehát nem igen. hiszem el, hogy legyőztem magam. Igen, az is benne van, meg az is, hogy tényleg felszabadulnak ilyen, ilyen hormonok, meg utána a hőérzékelés is megváltozik, mondjuk hmm. én most a az erdélyi havasokban csináltam, és hát fürdőruhában, az merülés, jeges merülés mm. után, az csodálatos. Figyelj, elképesztően örülök annak, amit hallok meg, amit, amit, amit ott megtudok tőled, de erre nem is, nem is, voltam felkészülve. Egy picit még, ha visz, megengedett, visszakanyarodok Hajlát. az én saját tapasztalataimra a, 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 ciklus és a hideg kapcsolatában, hogy igen, van, hogy vérzés előtt, a vérzés alatt nem, nem esik jól, tehát nem feltétlenül ö, nem, nem, nem jó annyira a hideg, és akkor kihagyom. Tehát, hogy ez is, ez is van, hogy nem kell csinálni, de lehet. Tehát, hogy, uh -huh. És ez is a felelősség része, hogyha azt érzem, hogy tényleg nagyon nem esik jól, és mondjuk a fájdalomtűrés az, az egy picit nehezebben megy, akkor nem csinálom. Viszont van, és ezt kérdezted egy korábbi kérdésben, és nagyon jó kérdés, hogy mire jó ez? Az egyik, hogy kijövünk, és jaj, de jó, dopamin, uh -huh. is élvezzük, de például nekem a ciklussal összefüggésben is van egy, egy pozitív hatás, hogy hogy ez a fajta hidegkezek, hideglábak, ami ott a, nem tudom, harmadik, negyedik héten szokott lenni, ez nagyon-nagyon picit jelenik csak meg, ha egyáltalán megjelenik. Tehát mióta hidegezem, nincs ez a fajta szélsőséges végtag kihűlés, talán egy fél napig. Uh -huh. És De úgy, várjál, te, te közben gyakorolsz légzést is, ugye? Igen, igen, igen. Okay. igen. Tehát, az hogy, az hogy itt az az valószínű az egyébként, most nem akarok megfejteni, tudom, ezt minden nő utálja, amikor egy pali az megfejti az, őket, faját. De de itt valószínűleg a légzésed fontosabb lesz, mint a hideg ülésed. Uh -huh. És egyszerűen azért, mert a légzés során rendeződik a vér biokémiai helyzete, tehát több széndiokszidot vagy képes megkötni, uh -huh. vagy megtartani egészen pontosan, és így a, az, az erek tágabbá válnak mert ennek ugye ért értelmítő hatása van, és innentől kezdve maga az a fáj fá, fázás szűnik meg, hiszen végre vér jut a végtagokba. Én van. Hát ugye ez az egész légzéstechnika erről szól, hogy ezeket az ereket edzeni, vagy tágítani, vagy a falacskáikat frissebbé tenni. Hát érzem az ujjam, ujjam hegyeit, hogy nem hideg. És akkor olyan jól esett az egyik ovis anyuka, azt mondta, hogy uh, ez aztán keringés. Tehát nem azt mondta, hogy nem fázol, vagy tavasszal indultál, nem tudom, ő de jó keringésed lehet. És például ez ezek a visszajelzések is így finomodnak. Tényleg, és igaza van, mert hogy az, amit mondasz a légzésről, az nálam tényleg napi rutin, tehát beépítettük a reggeli rutinba, sőt, néha napközben is megy. Ö, időtől függően, de mondjuk egy reg, a reggeli rutinba, amit tényleg javaslok nagyon mindenkinek, hogyha egészségmegőzésre van szó, szóval, hogy legyen egy fix reggeli rutin, ami persze részben van, hogy kávé, gyerekek, kimit, hogy csinál, hogy mossa meg az arcát, de hogy, hogy abba beépíteni egy légzőgyakorlatot, bármilyet, lehet a Wim Hof is, az fenn van a neten, vagy most már a, egyébként, ezt erősítettem egy videót, a 21. század jogája az a breathwork, az az a légzéssel való munka, tehát ami a múlt században, hogy a 70-es évektől a joga volt, hú, test ide, az most a légzéssel való munka, mindenhol rengeteg anyagot lehet róla találni, főleg angolul, biztos magyarul is van. Uh -huh. és, és még valami, bocsánat, szakembert lehet találni, tehát ugye régebben ez úgy volt, hogy magyar nyelven nem találtál szakirodalmat és szakembert, és most már például Wim Hofban is találunk szakembert, tehát pont majd a következő podcasten Paksi Andrással lesz majd, Jó, a kenyobb, barátom. Így... ismered akkor az Andrést? Csak tudok róla, hogy Oké, okay, is... tehát hogy ő, ő, ő volt talán az első, aki hivatalosan elvégezte ezt a, a képzést, úgyhogy vele lesz majd egy ilyen, nem Cs. sokára, talán most vasárnap vesszük fel. Tehát már lehet találni szakembereket, és mindig el szoktam mondani, hogy azért keressünk szakembert, mert az gyorsítja a, a, folyamatot. Tehát a sok-sok bakit, amit elkövetnék közben, azt ő megspórolja nekem, és ezért javaslom mindenkinek, hogy persze kövesse mindenkit, vizsgálja meg magában azt, hogy ez neki való-e, de az igazi biohacker az ugye azért biohacker, mert, mert képes a minimummal az optimumot Megtalálni, és a minimum pedig az információ is igaz. Tehát megkeresem azt, aki már volt ott. Hát miért miért kell, olyanhoz a, a, beszélgetni a Kilimanjáróról, hogyan kell felmenni, aki még nem volt fent. Hát inkább egy serpát fog megkeresni, nem? Persze. Szuper, szuper, annyira jó, hogy ezt mondod. Egyébként pont most láttam azt a filmet a, 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 a nepáli fickóról, aki megmászta a hegyet. Uh -huh. 14 csúcs, mindegy. Szóval, hogy nagyon tetszik ez is, amit mondasz. Egyébként Sebestyén Balázs is posztolt tegnap a Wim Hof könyvről, úgyhogy terjed a dolog itthon is. De Utána jó, mi körülbelül 30 SMS-t váltottunk a Balival. Nagyon jó, szuper. Tehát ő neki ugye nagyobb követőtávora van, mint mondjuk nekem, de azt, azt én látom, hogy a posztokban milyen hálásak az emberek. Például a nők, amikor ez a menstruációs ciklus és hideg, erről magyaráztam, uh -huh. mennyire hálásak voltak, mert erről mondjuk kevesebb anyagot lehet találni. Tehát azt, amit én éreztem, az a hála-hála, hogy de jó, hogy így elmagyarázom. Uh -huh. Mert én úgy csináltam a videókat, és tényleg most 26 poszt hogy mindent elmagyaráztam, ami, ami velem történt, amit én meg tudtam figyelni. Ez lehet, hogy másnak egy másik tapasztalás, de meg amit még hozzáolvastam, az alapján összeállt egy ilyen narra, hogy nekem ez mi, és hogy nagyon-nagyon megköszönték és nagyon hálásak, és ahogy mondod, és azért vagyok így a szavaiddal, jaj, de jó! Mert azokat a tanítókat és az András is ilyen lesz, akik, akik, csinálják, és a csinálásból leszűrtek dolgokat, ővelük érdemes beszélni, hogy hé, mi ez, neked mi ez, és a jó tanítók azok nem akarnak megtöríteni, azok elmondják, hogy figyelj, nekem ilyen, mondjuk a Wim Hofnál már van szerintem százezeres vagy milliós nagyságrendű mintavétel, így az ő tanítványi köre vagy követői köre alapján, de hogy el tudja mondani, hogy figyelj, bennem ez történik, akkor meg is mérték, hozzáolvashatod, de a, nálam az alap az az, hogy figyelj befelé. És lehet, hogy egy egy ötven éves hölgy csak addig jut, hogy 30 másodperc hideg zuhany folyat magára, de azzal is bejebb van, mert lehet, hogy jól érzi magát, és úgy indul a napja önmagában ez, hogy jaj, ide jó, ide nekem négy órát aludtam, oké, okay, be a hideg zuhany alá, három perc alatt öt kávé hatását uh -huh. tapasztalom, pont a a miatt, szóval, hogy ez is tök jó, és szerintem az emberek nagyon hálásak, amikor információt kapnak, uh -huh. főleg, hogyha hitelesen átadott, meg uh -huh. Jó rendszerbe szedett információt. Szóval én nagyon örülök, hadd fejezzem ki hálamot, hogy velem is beszélgetsz, meg ahogy a balást is fogsz, meg az Andrással. Ballatibát is fordulni javaslom, mert ő, ő jeges elvonulásokat szervez, ő egy nagyon tapasztalati csávó, tehát hogy ő elképesztő mennyiségű sérülésen és betegségen is halál van túl, egyébként autista gyerekeket gyógyít sokféle módszerrel, és ő kiköltözött a természetbe. Uh -huh júrtába ismeri a medvéket, az állatokat, és ő ott tolja a jegesvizezést, éppen most posztoltam róla a csoportomban, tehát ő is egy nagyon hiteles forrás, mint ahogy a Wim Hof is, tehát hogy szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy hogy ennyien, ennyiféle tapasztalás van, és akkor ma már mindenki rakja össze magának, hogy mi az, ami neki jó, és ahogy te mondod, hogyan éri el az optimális hatást ezekkel a, az eszközökkel. És itt Én ott tegyek B mondjad, bocsánat. Csak még egy optimális hatás, hogy az érzelmeimet sokkal jobban kontrollálom azóta. Sokkal. Uh -huh. Uh -huh. Amihez a uh -huh. légzés is hozzájárul. Ami érdekes lehet, hogy te is mondod, hogy azért ma már van ennek tudományos bázisa. Ezt. Tehát nem arról van szó, hogy egy holland volt postás arról beszél, hogy hogyan futott fürdőnadrágban az Antarktiszon. Tehát most már nem erről beszél. Erre nem. ez a Wim Hof, aki itt Éjjjjjj. lesz. Nyilván most, hogy. De de ha arról beszélünk például, hogy ez egy 2016-os holland kutatás, ahol azt nézték meg, hogyha mondjuk minden, minden, reggel, a reggeli zuhanyodat 10, 10 másodperc hideg zuhanyjal zárod le, vagy egy perccel, vagy több, vagy semmi, akkor hogyan alakul ennek a vizsgált csoportnak az éves hiányzása a munkahelyről? Tehát ez volt az összes kontextussal vizsgálat, elképesztő, a és kiderült, hogy a 10 másodperc volt egyébként az optimális, hmm. mert ott a 10 másodpercnél az éves hiányzás az nagyjából 35-40 százalékkal csökkent. Hmm. Tehát a, a többieké is csökkent ennyivel, hmm. a, aki, aki többet zuhanyzott, aki keves, ugye, hát ez maradt az átlag. De 10 percnél másodpercnél volt az a határ, amire azt mondták, hogy ez a minimális, ahhoz, hogy elérd az optimális. Most itt jön az a kérdés, hogy, és ezt ki lehet próbálni otthon akkor, hogy tényleg egy forró zuhany után, ahol, ahol be őszintén az embernek már a, a, bőre megszokta ezt a meleget, és onnan átvált az 10 másodpercre, nem is olyan drámai. Mert a halál, valójában be őszintén, a halál 30-40 másodpercnél kezdődik, ahol az ember azt kezdi mondani, hogy ez nem is volt olyan jó ötlet szerintem, most már befejezném. Ez úgy mondom, hogy én már csináltam ilyen tízperceseket perceseket is, de, de ott már nem voltam olyan boldog, finoman szólva. Ugye én jeges vízbe nyugodtan maradok 10 percet, tehát hogy nekem... De más a folyóvíz, tudod? Persze, más a folyó. Ezt egyébként de akartam mondani, hogy a folyó az folyamatosan ingerel. Az és bánt, a... az bánt az néha nehezebb, mint ülni jeges vízben. Tehát én jeges Igen. vízben simán előcsörgök 10-15 percet, főleg ha erdélyi havasokat nézegetem, tehát én ott mm. vagyok. Én azt gondolom, hogy a fenyőfa vagyok, és nekem jó. Én nem mm. fogok, nem lesz ott bajom. De ez, ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy egy ilyen optimumra törekszünk, hogy ezzel ilyen eredményeket akarunk elérni, és amik hallgattalak, az is eszembe jutott, hogy hát én három éve nem hordok kabátot. Mm -hmm. És hogy ez a fajta ilyen ilyen elzárkózás a környezetem elől, ez, ez egy ilyen egészséges bennelevéssé alakult. Hogy én most télen megyek így egy ingbe, jó, megszoktam, hogy megkérdezik, hogy nem fázok-e, most már megszokták, hogy a iskolába iskolában, hogy nem fázik anyuka, kicsit fura, de nem fázik. Uh -huh. Tehát, hogy van egy ilyen szabadságélményem ezzel kapcsolatosan, uh -huh. hogy nem kell magam elbarikádozni a természet hatásai elől, és ez is az egyik ilyen optimum, amire törekszünk. A másik nekem az érzelmek kontrollálása, amiatt, hogy tulajdonképpen a jegesmerülés az egy durva meditáció. Úgy értem, durva, hogy a, a külső hatás az annyira erős, hogy kénytelen vagy befelé figyelni, mm. és ettől mondjuk egy, mit tudom én, egy rossz hangulatú beszélgetésben, munkában, ott is megtanulom ezeket a... Szinte figyelem, hogyha az adrenalin elindul a végtagjaim felé, ugye ez egy ilyen... Fight or flight reakcióból van, hogy mozgósítani akarja a végtagokat. Meg tudom figyelni beszélgetés közben, ahogy az adrenalin hullámai elindulnak. Azért, mert annyira megtanultam figyelni a hidegben a testemet, hogy, hogy, hogy ez, ezeket az optimális eredményeket is hozza, vagy le tudom lassítani tudatosan stressz idején a szívritmusomat. Uh -huh de hogy ezek szerintem nagyon jó ilyen mellékhatásai a szabadságon, meg az eufórián, meg a, meg a dopamin hatáson túl, hogy ugye mindennapi életben is van egy ilyen optimálisabb működés, vagy egy ilyen, 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 ilyen derűs egyensúly. És én ezt ezt akartam valahogy átadni, és azt hogy így a visszajelzések alapján ez nagyon sokaknak átment. Uh -huh. Mi a következő kihívás? Tehát, ugye, mert ilyenkor mindig jön az, hogy hogyan lehet rajta egy picit csavarni, egy, egy picit akár nehezebbé tenni egy kicsit. Tehát hogy, hogy, Mert én azt látom nagyon sokszor, hogy ha három perc jó, akkor a négy még jobb, akkor az öt a potiság. hogy kell -e ennyi, vagy Aha. ez hoz magával esetleg olyan más tevékenységet az életedben, amire eddig nem láttál rá, és most azt mondod, hogy ha, van ez a hideg, jé, van ez a légzés és hozott még valamit, amire azt mondta, hogy ezt is, eddig is, erről is egy kicsit úgy gondolkodtam, hogy talán nem nekem való, vagy, 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 fura, de most, hogy ezeken átmentem, azt mondom, hogy lehet, hogy van benne valami. Van most ilyen esetleg, hogy birizgál? De jó kérdés, figyelj, nagyon, nagyon jót kérdezel. Én így, mivel a jeges vízzel én, én meg vagyok, tehát hogyha kell, akkor 15 percig maradok, tehát ott nekem nincs, nincs ilyen, hogy Szerintem 15 percet megkapok minden jót attól, amit csak lehet. Tehát úgy azon a területen talán inkább a, így, amiket, abból, amiket most itt beszéltünk, inkább talán a légzéssel való munkával vannak nekem ilyen uh -huh. kihívásaim, hogy olyan típusú légzés, ilyen folyamatos körlégzést csinálni, ami nagyon hamar visz módosult tudatállapotba, vagy azzal dolgozni. Uh -huh vannak tanáraim, vannak workshopok, amiket már így megvásároltam, nagyon sokat kutattunk erről a párommal, szóval, hogy ez, 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 egy ilyen út, ami szerintem az én, tudod, az én 45 után már persze vannak az eredmények, meg, de én már annyi eredményem van, tehát én már annyi sikert megértem, hogy én most már így azt nézem, hogy a közösséget hogyan tudom szolgálni, meg magamat hogyan tudom egy ilyen nyugodtabb élet felé terelni. Tehát valahol így a légzés munka felé van egy útvonal, és akkor hagyd mondjak egy kicsit még másik szakmait, az most jutott eszembe, amit kérdezte, hogy, hogy az éneklésben, én most nagyon sokat skálázok, ugye ennek van egy apropója, hogy egy tévéműsort elvállaltam, ahol nem magamat kell énekelni, hanem más előadókat kell megformálni, és bizony most én, figyelj, én most énekes, most éppen a Setrix nevű énektanárnak az anyagát rendeltem meg, tegnap jött a postára, beraktam a CD-ket, tehát én most skálázok itthon, és a fölső regisztereket gyúrom újra, tehát nekem most konkrétan, és egyébként az is összefügg a légzéssel, tehát hogy hogyan támasztok. Úgyhogy most nekem ebben van énekesként egy ilyen, ilyen eszköztárnak a bővítése fázis, hogy hogyan énekelek el másokat, ez egy ilyen nagyon érdekes kihívás, de hát valahogy mindig a, a légzés köré rendeződik uh -huh. ez, a, ez, a, ez a két gondolat, hogy így a légzéssel kell jobban és uh -huh. még figyelmesebben dolgozni. Uh -huh. Uh, ugye az az egyik szabályunk, hogy egy órán át tovább nem szoktunk menni, és figyelj, uh, eljutottunk oda, de a helyzet az, hogy, hogy az elején is mondtam, én attól féltem egy kicsit, hogy, uh, hogy nem lesz témánk, mert hogy nincsenek kapcsolódási pontok, <laughs> és most meg arra jövök rá, hogy ezt még ha két órán keresztül folytatnánk, talán az se lenne elég. Uh, ha ebben partner vagy, egyszer valamikor visszahívlak, és akkor, akkor beszélünk arra, hogy hol tartasz most a légzéssel, és akkor arra kérlek, hogyha most így elbúcsúzunk egymástól, még maradj itt egy pár percig, hogy akkor gyorsan átbeszéljünk minden mást, de van-e bármi, amit még szeretnél elmondani, és szokták kérdezni ugye a végén, hogy bármi, jól érezted magad, rendben voltunk, kiléptél el a komfortzónádból kicsit te is... Figyelj, Péter, nem ismersz még engem. Én imádok beszélgetni, és szerintem két ember között, ha így leülnek, mindig van kapcsolódási pont. Lehet, hogy nehezebben jön össze, ha nehezebben találják meg, de én nekem erről nulla kérdésem volt. Én tök jól éreztem magam. Nagyon köszönöm azt neked, amit tanultam tőled. Nagyon köszönöm a férfi felől érkező női nézőpontot. Tök sok új gondolatom lett, és utána fogok nézni én is a, ezeknek a hormon és légzés összefüggéseknek. És nagyon köszönöm, hogy csinálod ezt a podcastot. Nagyon köszönöm, hogy, hogy segítesz ebben a közösségszolgálatban, vagy szerintem részéről is van egy ilyen, uh -huh. hogy, hogy uh -huh. nem csak információt áramoltatni, hanem hiteles emberekkel igazakat uh -huh. beszélgetni, ami aztán, ami amitől jobb lesz mondjuk a napunk. Egy kis dopaminterben. Igen, igen. Tratomint. Még egyszer köszönöm szépen, hogy voltál annyira bátor, hogy elvállaltad. Tényleg vakrepülés volt. <laughs> És aztán remélem, hogy még találkozunk nem csak ilyen, ilyen körülmények között, hanem akár személyesen is. Köszönöm szépen még egyszer, hogy Én köszönöm, elfogadtad kékem. a meghívást. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Köszi, szia! szia.